hogyha most megpróbálnám nagyon röviden egy-másfél mondatban összefoglalni, hogy a könyved miről szól, ami nyilván egy lehetetlen vállalkozás volna, akkor valami olyasmit mondanék, hogy azt tárod föl, ahogy az imént már vezérigazgatóasszonytól, Kingától hallhattuk, hogy a televízió megszületésének pillanatától kezdve hogyan kapcsolódott szinte minden vezető pozícióban, akár szerkesztőségvezető volt az illető, akár műsorvezető, tehát minden fontos pozícióban levő ember valahogyan a kommunista hatalomhoz. Ez önmagában egy rendkívül izgalmas, érdekes dolog, gondoltam én, történeti szempontból. Vagy mondjuk, ha média történeti szempontból nézzük, vagy akár szociológiai szempontból. Ami miatt viszont ez már nem csak érdekes, hanem fontos is, az az, hogy ez a hatalmi struktúra egyáltalán nem szűnt meg a rendszerváltással. Ezt a hatalmat átmentették. És hogyha jól értettem, akkor tulajdonképpen ez az, ami miatt te úgy gondoltad, hogy ezt a könyvet mindenképpen meg kell írnod. Hát igen, ezt egészen pontosan látod, pont emiatt fontos ez a könyv. Igazából a kultúra megszállása és a tévé megszállása is a médiaháborúval kezdődik, illetve zárul, vagy a 90-es évekkel, hiszen mindennek ez a vége, és egyébként amit meg most élünk át, annak meg valahol talán az eredője a médiaháború. Az, hogy a 90-es években a jobb oldal teljesen esélytelen volt egy ilyen küzdelemben, az, hogy játszik könnyedséggel lehetett lejáratni jobboldali politikusokat, jobboldali eszméket, egyáltalán akár a régi elitet is a médiában, az annak a következménye, hogy sajnos a sajtó átment, és ez tökéletesen sikerült. Mi volt a módszer? Hogyan csinálták? Tulajdonképpen tehát ez a rendszernek a része volt, és hogyha a rendszernél megnézzük, hogy ez végbe ment mind a kultúra, mind a gazdaság, mind a politika területén, diplomácia területén, mindenhol, akkor igazából ez így törvényszerű volt. Az az igazság, hogy az akkori világpolitikai helyzetnek is tökéletesen megfelelt ez. Tehát, ahogy Schiffer András idézett egy szociáldemokrata politikust, aki megkérdezte a rendszerváltás hajnalán az osztrák szociáldemokratát, hogy miért nem őket támogatják, akiket ugye üldöztek, a kommunisták szétvertek, leszalámiztak, hanem miért a kommunistákkal ülnek le. És ugye gyakorlatilag azt mondta, hogy hát mert velük együtt vadásztunk, és nem veletek. És tulajdonképpen, ha megnézzük ezt, hogy a vadászat egyébként elég fontos többféle szempontból, hogyha a kommunizmus történetét is nézzük, hogyha ezt az egy anekdótába belegondolunk, akkor gyakorlatilag körülírja, hogy mi történt. Tehát a nyugat abban volt érdekelt, hogy ugyanazokkal üzleteljen, ugyanazok maradjanak a vezető lapok élén, akik korábban, illetve azok az emberek, akiket a korábbi hatalom kijelölt utódainak. Hiszen így volt biztosítva az a fajta átmentés, ami garantálta azt, hogy ez az üzletelés, a későbbi privatizáció, vagy akár a kárpótlásnak a teljes félresiklása, hogy ez mindez megtörténjen. És ennek egy része volt tulajdonképpen a média átmentése. Tehát, ha jól értem, akkor ezt támogatta tulajdonképpen az, hogy ugyanazok az emberek, ha ott maradtak a legfontosabb médiumokban, akkor azt a propagandát tudták tovább is terjeszteni, ami ezt igazolta. Tehát mondjuk például a gazdasági átmentést. Hát egyrészt igen, másrészt meg ellenérdekeltek voltak bármiféle tisztázásban. Tehát ahol a főszerkesztő ugyanaz maradt, aki volt, illetve most mondok egy példát, ahol a Magyar Hírlap élén ugye jött egy elég érdekes hátterű brit-izraeli befektető Robert Maxwell megérkezett és megvásárolta a Magyar Hírlapot. Ki lett ott a főszerkesztő? Az a Németh Péter, aki korábban a pártitkár volt a lapnál. Ugye még ma is nagyon aktív újságíró. Tehát ezek az emberek nem voltak abban érdekeltek, hogy a szerkesztőségekben mondjuk lehetőséget kapjanak, komoly lehetőséget kapjanak azok, akik esetleg a rendszer kárvallottjai voltak. Tehát így nézem azt, hogy gyakorlatilag ez egy közös érdek volt, úgy is meg lehet ezt fogalmazni akár egy maffiában. Nyilván ez már egy maffiához hasonlítható azon a szinten, hogy minden a közös érdek arra felemutatott, hogy gyakorlatilag ne legyen változás. A maffiára majd még mindjárt visszatérünk, most ez természetesen egy szimbolikus kifejezés volt részletben. Szimbolikus kifejezés volt. De egyébként, tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen emberek dolgoztak ott,
túlléphetünk a szimbólumokon. Ha most arra gondolok, hogy a rendszerváltás után egy Kanyó András vezette a Magyarország című hetilapot, ami akkor vezető hetilap volt, egy nagyon népszerű hetilap volt. Kanyó András volt, AVH-s volt. Tehát, hogy szimbolikus vagy nem szimbolikus, egy erőszakszervezet. Vagy megnézem, hogy Vajda Péter vezette a Népszabadságnál a belpolitikai rovatot, szintén volt AVH-s, ugye Gyurcsány alatt meg a Nemzetbiztonsági Hivatal szóvivője volt 2000-es években. Akkor azért egyébként ez a maffia, ez nem olyan távoli hasonlat. Azt akartam éppen mondani, hogy mondjuk például a bolgár maffiáról írsz is a könyvedben. Igen, pont itt beszélgettünk itt a nyilvános beszélgetésünk előtt erről a bolgár szárról. Ugye nyilván az egy ilyen kitérő tulajdonképpen a könyvben, Jussz László miatt lett érdekes, hiszen ugye ő volt Szófiában tanult az ottani egyetemen, és hát ezzel kapcsolatban, meg hát ugye elég jóban volt ugye a sajtóhírek szerint, meg maga Szemjo Mogijevics szerint is, aki ugye ha már maffiát emlegettük, konkrétan ugye egy szovjet-orosz bűnöző volt, tehát nagyon sokáig az FBI 10 legkeresettebb bűnözőbe benne volt, és ugye hosszú évekig itt Magyarországon, mondhatnám azt, hogy bujkált, de nem bujkált, mert éldegélt. Ő is egyébként Bulgáriában megfordult, neki is voltak Bulgáriában érdekeltségei, az említett Robert Maxwellnek is voltak Bulgáriában érdekeltségei, és a bulgár szál egyébként azért érdekes, mert egy kicsit szívderítő, amikor bármilyen kollégával beszélünk, legyen az lengyel, cseh kollega, akkor általában azt látjuk, hogy a privatizáció az nálunk ment végbe a legszörnyűbb következményekkel. És hát elég sok mindent meg tudok úgy nézni, tehát mondjuk akár itt az állambiztonsági múlttal való nem szakítást a 90-ben, az is nálunk volt gyakorlatilag talán a legszörnyűbb, de ott van Bulgária, mint egy még rosszabb példa, úgyhogy ha azt akar, tehát hogy egy olyan szívderítő dolgot akarunk látni, azért még lehetett volna sokkal rosszabb, akkor vigyázó szemeinket Bulgáriára vethetjük. Ha már felidézted egyébként, ezt valóban egy pár percet itt beszélgetünk, én meg azt mondtam, hogy ez volt az a pillanat, amikor én úgy el is felejtettem, hogy milyen könyvet olvasok, meg kinek a könyvét olvasom, és tényleg úgy éreztem magam, mint hogyha valami krimit olvasnék. De vannak más pontok is a könyvben, amikor az ember hirtelen egy nagyon jó kémtörténet közepén találja magát váratlanul. Ezzel kapcsolatosan lehet ezt a legelején kellett volna mondanom. Volt már, akinél láttam, hogy ott van a könyv, de hogyha valaki még esetleg nem szerezte meg és szeretné, akkor kint majd a beszélgetés meg a dedikálás után az előtérben nem csak ez, hanem a századik többi kiadványából is lehet vásárolni. De visszatérve a könyvre. Jó, maradjunk a rendszerváltásnál. Még ezt nem tudom, hogy ez a te gondolatod, vagy idézted, de nagyon tipikus, és borzasztóan jól mutatja, hogy a média mennyire fontos. Nem csak társadalmi, politikai szempontból is. Az a gondolat, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen Magyarországon a NapTV megszűnésével következett be, illetve utána te még hozzátettél egyszer egy fél mondatot, hogy márha bekövetkezett. Igazából erre akartam most így visszakérdezni, hogy miért látod ezt ennyire szkeptikusan? Ez a gondolat nem tőlem van, hanem egy korábbi főszerkesztőtől, de szerintem nagyon jó gondolat, hogy... De te idézted. Én idéztem, mert nagyon fontosnak tartom tényleg a NapTV megszűnése. Ugye itt van közöttünk Hud Gergő, a Pestis Házatok a főszerkesztő, ugye ott kezdtem el ezeket a kutatásaimat annó tévésekről, riporterekről, újságírókról írni. Először mindig az állambiztonsági múltjukra koncentráltam, és csak utána jön rá az ember, hogy a rendszer sokkal fontosabb. De a NapTV-t azért említettem, mert emlékszem, hogy amikor hát onnan sikerült megszerezni azt a nagy logót, ugye, és az egy felszabadító pillanat volt. Hát az tényleg a NapTV-nek, Napkeltének egy önmagán túlmutató jelentése volt, ahogy amikor Gyárfás Tamást nyilván most első fokon ítélték el, és az ártatlanság véleme mellett, ugye simán lehet, hogy még fölmentik, de hogy az is sokak számára jelentett valamit, hogy talán azért valami történik. A másik az, amit gondoltam, hogy a rendszerváltás nem zárult le, itt azért nagyon többen szokták már szerencsére idézni azt egy német gondolkodótól származó gondolatot, hogy ugye a politikai rendszerváltáshoz elég, azt egyébként jellemzően mindenki pontatlanul idéz, úgyhogy én is valószínűleg úgy fogom, hogy a politikai rendszerváltáshoz valószínűleg elég 5-6 hónap, a gazdasági rendszerváltáshoz 5-6 év kell, de hogy a lelkekben is véget érjen ez a rendszerváltás, vagyis megvalósul a rendszerváltás, az valószínűleg 50-60 év kell. És ha ebbe belegondolunk, egyébként én ezen pont látom a hatását. Tehát ha belegondolok általában abban, nagyon sokszor van az, hogy beszélgetek mondjuk jobboldali történészekkel, és nagyon szomorúak, hogy még mindig itt tartunk, ott tartunk, hogy
hogy még mindig akad az, aki, mert szerintem nagyjából már egy történész, aki Tóth Ilonát mondjuk gyilkosnak nevezi még mindig, és a régi koncepciós pernek a propagandáját ismételgeti, és mondjuk ez valamilyen szinte tényleg elkeserítő, de ha megnézzük azt, hogy mondjuk már úgy beszéltünk Trianonról, hogyha én kimondom azt a szót, hogy Trianon, és arról elkezdek beszélgetni, ha 90-es években erről beszélgettem volna, akkor azonnal megkaptam volna a szélső jobboldali jelzőt, vagy egy náci jelzőt, vagy egy fasisztát, vagy mit akarok. És most már nem ez van. Tehát azért egyébként szépen lassan haladunk. Bár még csak fél időnél vagyunk. De fél időnél vagyunk, az az igazság. Nagyon sok minden történt, de szerintem még nagyon sok minden van hátra. Ez pontosan lehet látni, valaki fölmegy a közösségi oldalra, és megnézi mondjuk a Kádár Jánosról terjedő képeket, ugye az van, hogy egy életmunkáját végezte a népért, sose tett félre semmit, szerényen élt és szerényen dolgozott, amiben nyilván elhallgatják azt, hogy azért szerényen élt ugye a Rózsadombon, meg ugye a többi részletet. De hogyha látjuk, hogy még mindig van ez a nosztalgia, hát ez még évtizedek kellenek. Teljesen úgyse fog megszűnni, hiszen jó is, hogy vannak baloldali emberek, és nyilván annak egy része mindig nosztalgiával fog gondolni egy Kádár korszakra, de azért úgy érzem, hogy egyre jobban vissza fog szorulni, de még, ez még idő kell. Nézzük akkor most a könyvet főszereplőit, mert hát mégiscsak ők azok, akik igazán érdekesek. Ugye itt megint, hogyha jól értem, nem igazán elsősorban azzal van a baj. Vannak emberek, akiknek az esetében neked azzal is van bajod, hogy a rendszerváltás után is megtartatta a pozícióját és a hatalmát. Úgyhogy majd kérem, hogy mondjál erre is példákat. Hanem az, hogy a rendszerváltást követően elkezdték átírni, meghamisítani a múltat. Eltagadni, letagadni, vagy megszépíteni bizonyos dolgokat, kapcsolatokat. Mi történt velük, hol tanultak, hol voltak külföldön, mit csináltak. Új történeteket kezdtek kidolgozni. Megint csak hát nyilván el lehet képzelni, hogy ez az, ami téged elsősorban zavar, mert hogy ez már konkrétan viszont hazugság. Hogy ezt miért tették, itt az ember anélkül, hogy a hamis dilemma bűnébe esne, ugye vagy arra tud gondolni, hogy azért, mert féltek, hogy a rendszerváltásnál mégis lesz valamiféle elszámoltatás, vagy azért, mert ők maguk is azt gondolták, hogy vannak esetleg vállalhatatlan dolgok. De neked, amikor kutattál, mondtam már azt, hogy a könyved néha krimi. Neked meg egy kicsit olyan lehetett a munkád, mint egy nyomozónak, nem? Tehát valahogy mégiscsak tetten kellett érni azt, amit mindenki eltagadott, és amiről senki nem beszélt. Mi volt a módszered? Hát pontosan jó, hogy említed egyébként ezt a nyomozói módszert, mert ugye a nyomozók is azt szokták, hogy többször egymás után fölveszik a vádlottal vagy a gyanúsítottal ugye a vallomást. És azt nézik, hogy mi a különbség, mik azok az apró részletek, amiket máshogy mesélnek. Hát pontosan ezt csináltam egyébként elég sok esetben. Mondjuk Vitai Tamásnál ez például elég érdekes, hogy az ilyen kis apró részletek hogyan változnak meg. A másik, amit meg jó, hogy kiemeltél, hogy igen, átírják a múltat. Nagyon érdekes megfigyelni ezekbe a visszaemlékezésekbe és memoárokba, interjúkba a szerencse szó gyakori felbukkanását. Hogy ezek az emberek mindig szerencsések, és mindig velük úgy megtörténnek a dolog. Tehát sétál az utcán, a volt néphadsereg volt agitpropos hadnagya, és olyan szerencséje, hogy éppen találkozik a volt pártitkárral, aki éppen oda viszi a rádióhoz. Tehát mindig van egy kis szerencse. És igen, ebben az értelemben egyébként ez tényleg nyomozás, aprólékos munka is lehet, és hatalmas segítséget jelentenek pont ezek a memoárok és interjúk, amelyek korábban megjelentek. Ezért nagyon is hálás vagyok azoknak az embereknek, újságíró kollégáknak, történészeknek, akik ezeket a korábbi cikkeket megírták, interjúkat elkészítették, mert sokszor egy-egy mondatból nagyon sok mindenre lehet következtetni. Na, például, hogyha fel tudsz most idézni, hogy konkrétan egy-egy ember esetében mi volt az, ami úgy feltűnt neked, hogy fú, ennek utána kellene nézni, mert itt valami nem stimmel, tehát mondjuk van egy önéletrajz, és hiányzik benne 3 év, van egy luk. Hát általában azért azt meg lehet figyelni, hogy az ilyen idősebbeknél, tehát most már azokról, akik sajnos vagy nem sajnos, de már 90 évesek többsége nem is élnek, azért az mindig jellemző volt, hogy a 45 és 53 közötti korszak az ilyen lexikonokban az úgy eltűnt, az úgy nem nagyon volt. Tehát mintha addig semmi nem történt volna ezekkel az emberekkel. Nyilván ott Sztálin halálának évében 53-ban nagyon sokan váltottak, szembe mentek tulajdonképpen, ha igaz, hanem a korábbi rákosista, sztálinista irányultságukkal, és mondjuk nem tudom, reformkommunisták, nagyimlések, stb. Lettek, és nagyon sokan akkor onnantól kezdték el írni a történetüket, és igen, ezeknek az embereknek mindig elkezdtem nézni, hogy mi volt korábban.
Nyilván erre van egy elég egyszerű módszer, az embernek elkezdi nézni a 45 és 53 között megjelent cikkeket, beír az adott ember nevét, hogyha olyan szerencsés helyzetben vagyunk a nyomozást illetően, hogy nem egy tucat név, vagy nem egy nagyon népszerű névről, vagy gyakran előforduló névről van szó, akkor ez viszonylag egyszerű. Mondok egy példát, Árkus Józsefről is gyakorlatilag egy ilyen véletlen folytán láttam meg, hogy a katonaságnál volt. Nyilván elkezdett érdekelni Árkus József a katonaságnál, annyi volt meg ugye nekem gyerekkoromban Árkus Józsefről, hogy hát nem nagyon nézhettem szerintem, mert ugye neki voltak először olyan műsorai, ahol már ledér nőket is lehetett mutatni, akartak ezen a rettentően igénytelen Benny Hill show-n kívül, de lehet, hogy az már később volt. Ez talán kicsit később volt, igen, erre én is emlékszem, hogy gyerekként nem nagyon engedték. A szilveszteri adás volt, amiben ugye talán akkor ment ez a Benny Hill. És ugye egy ilyen Árkus József humoros, egyébként egy nagyon jó humorú ember volt, és elkezdtem nézni, hogy nagyon távol állt ez a kép attól, hogy katonaság. És én elkezdtem nézni, és találtam egy vele készült interjút. Ez is még akkoriban jelent meg. Tehát itt ez a kétfajta interjút el kell különíteni egymástól. Vannak a 90 előtt megjelent interjúk általában sokkal könnyebben használhatók primer forrásként. Mert ott még azokról a dolgokról, főleg a 80-as, 70-es években vígan beszéltek, amiről már 90 után nem beszélt volna. Vagy más mondott. És akkor hát örülsz nagyon, hogy végre találtál egy ellentmondást, mert akkor az megint olyan, amire fel kell figyelni. Teljesen más mondott. És ez például egy olyan interjú volt, ahol elmondta, hogy hát igen, ő végülis ő is a Néphadsereg ilyen politikai főcsoport, főnökség, politikai tiszt, stb. És nagyon érdekes az interjúk abból a szempontból is, hogy amikor leírja, mondjuk a Vitra is leírta a könyvébe, hogy jaj, hát ott együtt volt a Lakatos Ernővel, együtt volt ezzel azzal, a Lakatos Ernő ugye a fiatalabbak már nem ismerik, de ő az agit propagandának gyakorlatilag a vezetője volt, tehát a egyik legnagyobb hatalmú propaganda vezető volt a Magyar Népköztársaságban, hogy ő is ugyanott volt. És akkor még ez is ott volt, az is ott volt. És tulajdonképpen sokszor, hogy egymást buktatják le, mondok ezzel kapcsolatban egy érdekes példát, szintén még annó a Pesti Srácokon írtam meg az Acél Endrének a történetét. Ő már korábban lebukott azzal, hogy az MNVK2-nek, a katonai szolgálatnak, tehát igaz a szovjeteknek dolgozó katonai hírszerzésnek, katonai elhárításnak dolgozott. Én kikértem azt a dossziét, a Belovai István dossziéját, a Belovai István az egy hírszerző tiszt volt, aki tulajdonképpen átállt a NATO-hoz. Szerinte, de egyébként ezt én is hitelesnek látom, azért, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon mocskos dolgokat csináltak itt azért a kommunisták Magyarországon. Például olyan fegyvereket is voltak itt, amiket titkoltak közvélemény előtt is, nyilván szovjetek megrendelésére. Belovai ezt veszélyesnek tartotta, vagy így volt, vagy nem, mindesetre átállt a NATO-hoz, és földobta az egész londoni rezidentúrát, tehát azokat a londoni állambiztonság, illetve MNVK2-es embereket, akik fedésben ugye a kommunista titkosszolgálatnak dolgoztak. Ott volt közöttük Acél Endre, aki ugye akkor újságíróként volt kint fedőállásban, imádott ott élni. Érdemes, meg is néztem egyébként, akkor elolvastam az önéletrajzi könyvét, ahol leírja, hogy az MT olyan gáláns volt, hogy a London legdrágább részén bérelt neki lakást, de úgy, hogy még az, most egyébként nevetek rajta, de nem vicces, mert az egész a mi pénzünkből ment, hogy az angol újságírók is irigykedtek rá, olyan helyen élt. Az MT, illetve gondolom azért a kommunista titkosszolgált pénzéből is. És megírtam a cikket, Acél Endre javára kell írni, ugye még akkor élt, és megjelent ott, és oda kommentált, hogy hát na jó. De hát, hogyha megírtam, hogy ő ott volt a Vietnámban, mint a állítólagos béka hadtest egyik tartalékos tisztje, és leírta, hogy ez meg az is ott volt. És odaírta mondjuk a HVG-nek a későbbi alapítóját. Köszöntem szépen. Egy időre egyébként elfelejtettem, és évekkel később elkezdtem megnézni, és tényleg láttam, hogy tényleg ott volt a HVG későbbi alapítója. És azt is tegyük hozzá, hogy ez is egy külön érdekesség, hogy a 70-es, 80-as években beindultak ugye ezek a reformer lapok, amik már kicsit kritikusabbak voltak, máshogy viszonyultak. Mondjuk beszéljünk, ha már TV vagy rádió Ipperpárról, a 168 óráról, vagy a HVG-ről. Meg lehet nézni, hogy ezeket kik irányították. Hogy Ipperpár ugye szintén volt AVH-s, volt egy szigorúan megbízható ember. A HVG-t egy szintén tartalékos tiszt, a Néphadsereg egyik embere tulajdonképpen indította el. Tehát nagyon érdekes, hogy ezekre is mennyire figyeltek, ugye a szelepekre, ahol már lehetett kritizálni a rendszert, hogy ott is megbízható ember legyen, sőt, szerintem ott legyen igazán megbízható ember. Ennek például nagyon örültem, amikor gyakorlatilag feldobta így a kollégáit. Nem hiszem, hogy a kollégái egyébként megköszönték neki. Szívesen elolvastam volna, hogy mit írt mondjuk az illető neki, hogyha írt. És még egy dolgot, hogy Acél Endrével kapcsolatban elmondhatom, hogy ez viszont egyébként már sokkal szomorúbb dolog, hogy,
hogy ő is végül is miért távozott annó a Népszabadságtól. Ugye nem azért távozott a Népszabadságtól, ami szerencsére már nincsen, mert hogy kiderült a múltja, vagy nem azért távozott a Népszabadságtól, mert egész karrier alatt azt a kommunista propagandát szolgálta, hanem azért, mert hogy egy ilyen ízléstelen és vállalhatatlan nyilatkozatot tett ugye egy megerőszakolt fiatal lány ügyében, azért rúgták ki tulajdonképpen a Népszabadságtól, amit teljesen támogat az ember, de hogy mennyire, hogy még őt se és más se, senkit nem rúgtak ki azért, tehát így a múltja miatt. Erre akartam egy kicsit kitérni. Én meg csak azt akartam mondani, hogy egyébként az ilyen történeteknél érzi azt tényleg az ember, hogy egy kémregényt olvas. Acél Endrének volt más megjegyzése is, amikor szándéktalan, véletlen vagy szándékolt őszintességgel beszélt másról is. Például azzal kapcsolatosan, hogy hogy is volt ez, hogy bizonyos emberek kiküldetésben lehettek, külföldi tudósítók lehettek, kultúratasség lehettek, követségeken dolgozhattak sokáig külföldön, hogy szerinte ez mivel járt. És téged ez meglehetősen meglepett, mert hogy, ahogy leírod, elképesztően szigorúan tartotta magát mindenki ahhoz a parancshoz, hogy hallgatni kell. Hát pontosan, azért ennek egyébként volt egy titkosszolgálati háttere, tehát nekik sokáig hallgatniuk is kellett erről. Nyilván a rendszerváltás, változtatás után azért beszéltek volna, de hát itt egy nagyon szigorú omerta működött, ugye a hallgatás törvénye, ezért is szoktam a maffia hasonlatot, mert ugyanez volt, hogyha valaki ezt megtörte, azt nagyon keményen kiközösítették. Most Acél esetében ezt nem tudom, ez megtörtént-e. Voltak páran, akik egyébként pont amit mondta, ezt a kiküldetéssel kapcsolatban elmondták, hogy ugyan már ne szórakozunk, mert hát mindenki vagy be volt szervezve, vagy valamilyen más kapcsolatban kellett, hogy legyen az állambiztonsággal, vagy az MNVK2-vel, vagy kisebb csoda kellett. Ugye mindig hozzá kell tennünk, hogy nehogy megjelenjen valaki, hogy na bizonyíts be, én kint voltam, de rólam semmi nincsen. Bizonyára történtek csodák. Hogy azért mindig voltak emberek, akik ezt így végül is kitették az asztalra, ugye önmaguk védelmében. Hát, hogy valahogy megmagyarázzák, hogy hát ott végül is mindenki így volt. Én igaz, hogy lebuktam, de a többiek is. És ilyenkor jöttek azok a sűrű, vagy ilyen sűrűn előforduló magyarázatok, hogy akkor kérdezték meg, pont egy ilyen ügynél kérdezték meg Bolgár Györgyöt, és ugye ő mondta, hogy hát igen, ő például úgy ment ki Amerikába, őt is be akarták szervezni, de olyan karakán és kemény volt, hogy egyszer nemet mondott, és csodák csodájára úgy is kiküldték. És az, hogy egyébként ezen még elsőre én is nevettem, de gyakorlatilag bármi elképzelhető, tehát tényleg az a szörnyű, hogy voltak olyan szinten megbízható emberek, akinek lehet, hogy már nem is kell beszervezni, hiszen olyan szinten megbízott bennük a rendszer, hogy már anélkül is elég volt őket kiküldeni. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy első olvasásra, ha valaki nem ismeri, vagy nem tudja, hogy mi van a háttérben, akkor csodálkozhat azon a tényen, hogy nagyon sok ember bátran és joggal mondhatta, hogy ő nem volt beszervezve. Vagy akár még pártag sem volt. De hogy te leírod, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy akkor viszont semmiféle kötődése nem volt a diktatúrához, és semmiféle ellenszolgáltatás nem nyújtott azért, hogy egy bizonyos pozíciót megkaphatott. Hát pontosan, most például vegyünk egy Vitrai Tamást, nem hiszem, hogy ő mondjuk be volt szervezve. Hát mi szükség lett volna, a néphadsereg volt hadnagyát beszervezni, aki igazából tényleg mindent megcsinált. Oda került ugye 56 után a rádióhoz, aztán a tévéhez, szigorúan megbízható ember volt, külföldre járogatott. Ugye az ő példája azért is érdekes, mert hogy azért összetett volt, tehát viszonylag kevés vallásos családból, keresztény családból származó ember kerülhetett akkor olyan pozícióban mondjuk a tévében, de a sajtóban is, hogy kulcsszereplő legyen. Tehát azért a vallást azért tudjuk, hogy nagyon erősen üldözték a kommunisták, de hát azért kerültek. Csak meg kell nézni ennek is az árát, pont a könyvemben is írok ugye Kovalik Károlyról, aki állítása szerint ilyen kisgazda közeli újságíróként kezdte, vallásos volt, aztán valamikor eltávolodott a vallástól. Minden esetre azt mondja, a rádióba, az volt ugye a felvételi kérdés, hogy megkérdezték őt, hogy ő hiszi az Istent. És amikor azt válaszolta, hogy nem, akkor mondták, akkor jó, akkor gyere. Nyilván egy kicsit leegyszerűsítő, viszont azért megmutatja ezt a világot. És pont a Vitraival kapcsolatban azért elő kell jönni Vittár Róbert sportriporterrel, akit nyilván fiatalabbak onnan ismerik, ugyan sokat nevettünk szegényen, amikor így közvetítette a jégkorongot, meg emlékszem Afrika kupát, és akkor mondogatta mindig, hogy a fekete fiúnál a labda, ugye ami egy nigériai válogatottnál azért nem sokat segít a nézőnek, hogy kiről van szó.
meg mint tudom én, a sorcsere, és akkor csodálkozott, amikor a Jékokiba ugye lejött a csapat, és sorcsere volt, és mi történik, lecserélik az egész csapatot, hát tényleg nevettünk rajta, de ez egy nagyon ismert és népszerű sportriporter volt. Egy vallásos keresztény ember a Regnum Marianum csoportba tartozott, mit lehet róla tudni, beszervezték, és végigjelentett a barátairól, a Regnum Marianum vezetőjéről, akit egyébként a jelentései után nyilván nem csak amiatt, hát rájuk már évekkel azelőtt vadásztak a kommunisták, börtönre ítéltek később is, és lehet látni, hogy igazából ott ilyen szinten ő már megbízhatóvá vált. Hiszen aki tényleg a legközelebbi barátait így elárulja, abban azért meg lehet bízni a diktatúra szempontjából. Na de mik jönnek elő a jelentéseiből? Vitál Róbert jelentéseiből az jön elő, hogy irigykedik Vitrai Tamásra, hogy ide jár, oda jár, Angliába jár, nyugati kocsi. Látja ez a, most ilyen szempontból szerencsétlen, hogy tényleg eladta a lelkét, mert kétségtelen eladta, és közben a Vitrai igazából sokkal jobb életet él, mint ő. És egyébként kérte is az állambiztonságot, hogy hát azért ő is kimenne Angliába, ott is tud azért aknamunkát folytatni, egyébként akkor ki is küldték. Tehát ezt lehet látni, hogy bizony dolgoztak itt, csak meg volt az ára. Tehát igazából van egy ember, ugye volt egy ENSZ alkalmazott, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar ügyet ne felejtse el a világ, és született róla egy könyvnek az a címe, hogy a legmagasabb ár. Nagy megfizette a legmagasabb árat, nagyon gyanús körülmények között meghalt. És igazából ezek az emberek, mondjuk Vitár is megfizette a legmagasabb árat, tehát azokat árulta el, akiket a legkevésbé szabadott volna. És ugye azt látta, hogy megfizette, és egy darabig nem kapott érte semmit. Aztán meg igen. Önmagában egyébként az is egy nagyon érdekes dolog ebben, amit mondasz, hogy ha az emberben van valamennyi naivitás, és tényleg nem érti, vagy nem ismerte azt, hogy működött a rendszer, akkor akár még csodálkozhat is azon, hogy egymásul is jelentettek. Azt is kellett. Azt gondolná az ember, hogy hát talán azt nem. Ha már van két megbízható ember a rendszernek, akkor azért megbízhatóak, mert megbíznak bennük. De ezek szerint még ők bennük, még egymásban sem bíztak, és a rendszer sem bízott bennük. Tehát a totális paranoia állapota uralkodott mindenütt. Ez egyébként a másik könyvedben, a kultúra megszállásom is nagyon szépen benne van, hogy tényleg nagyon-nagyon sok paranoiás ember lett közöttük, és nagyon sok családi tragédia is történt. És hát itt a családokról akartam még beszélni, mert ugye van egy olyan generáció is, akiknek az esetében viszont az merülhet fel, és felismerül, hogy mennyiben segítette a karrierjüket az, hogy valamelyik, vagy akár mindkét szülőjük milyen kapcsolatban volt a rendszerrel és a rendszer vezetésével. Hát igen, annak a fejezetnek igazából az a címe, hogy vagy lehet, hogy csak az lett volna a címe, most meg nem mondom, pedig a saját könyvem Káder fiúk. Igen, itt több olyan példát is felsorolok, akinél föl lehet fedezni egy igen befolyásos apukát, és vagy anyukát, ugye Rózsa György, Szilágyi János, Kepes András, Jusz László, azok, akiket itt igazából felsorolok, meg akiknek így részletesebben megnéztem így az életútját. Itt minden történet azért más és más. Ami egyébként azért jellemző, és egészen jellemző egyébként erre a társaságra, hogy általában mindegyikük vagy nem beszél erről, vagy kisebbíteni próbált ennek a jelentőségét. Tehát Rózsa György, aki egyébként egy szimpatikus, nem politizáló, tényleg országosan, vagy sokak által kedvelt, sokak által nem kedvelt tévészemélyiség volt, ez ima stílusa miatt volt elsősorban. Ő egy csomó interjúban elmondja, hogy hát neki egyáltalán nem. És amikor már valaki valamit ennyire hangsúlyoz valamit, akkor már nyilván élhetünk ott a gyanú perrel, hogy az valami nem stimmel. Ez azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mert még mielőtt bárki azt hinné, hogy itt akár Gábor, akár bárkinek eszébe jutna az, hogy a családját valaki számon kérje. Vagy azt számon kérje, hogy mondjuk a édesapja, édesanyja, a nagyszülők, bárkik mit tettek, természetesen ilyen hülyeséget senki nem akar. Nem erről van szó, hanem arról van szó, amikor elhallgatnak, vagy netalántán el is hazudnak valamit, és aztán lelepleződik, és kiderül, hogy hát ez nem pont így volt. Tehát amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy mindent teljesen csak a saját erejéből, és csak a tehetsége, az ügyetsége és a rátermettsége miatt, és annak köszönhetően érhetett el.
És ez megint ugye egy olyan érdekes dolog, hogy ezt te ilyen esetekben meg szoktad kapni, gondolom én, hogy hát miért bántod ezeket a szegény embereket, amikor valóban tehetségesek, műveltek, okosak, arra a pozícióra alkalmasak, nem mindenki. Zárulján. Nem mindenki, mert... Épp azt akartam mondani, hogy majd mondd, hogyha esetleg valaki... Talán még Jussz László még saját magáról se gondolja ezeket, de bár lehet. Igen, de hogy amikor a saját történet arról szól, hogy itt az ég, a világon semmiféle kapcsolat nincs, és akkor kiderül, hogy hát dehogy nincs. Tehát megint csak nem maga a tény a probléma, nem a baj, hogy kinek ki az apja vagy az anyja, ha jól értem én, hanem a hazugság. Hát mondok erre ezeken igen ilyen érthető példákat. Természetesen nem a származásra, a családi háttérre van a baj, azzal egyébként már viszont inkább, tehát hogyha ezt a kapcsolatrendszert ő használta, azért az már problémás, főleg ugye itt nem egy demokráciáról beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy a demokráciában volt újság az apa, és na, akkor ő is az lett. Ezzel semmiféle probléma nincs, a tévé, meg az újságírás amúgy is így működik, meg egy csomó szakma, ez természetes, de hát itt egy diktatúra és egy demokráciáról beszélünk, azért sokkal bonyolultabb azért ez a helyzet. Viszont igen, a hazugságokkal van a baj, és ezzel a kisebbítéssel, átírással, ez is nagyon jellemző, tehát a Kepes András is egy interjú mindig azt mondta, hogy nem úgy kell elképzelni az ő apját, mint egy kémfilmben, mert hogy ő milyen kis, nem tudom, gyámoltalan ember volt, meg nem tudom, így, meg úgy. És az ember meg úgy megnézi ennek a gyámoltalan embernek az életútját, akkor csak rájön, meg kideríti, hogy a spanyol polgárháborúban azért már ott volt kommunista mozgalmi emberként, azért csak följelentette a társaival együtt Rajk Lászlót, mint ugye trockistát, ugye a kommunisták egyik kedvenc elfoglaltsága volt, amikor már így minden lehetséges áldozatot ledaráltak, meggyilkoltak, elüldöztek, hogy egymás is elkezdték, ugye? Ez mindig egy idő után, időről időről megtörtént. Ennek volt az egyik eszköze, hogy éppen ki a trockista, vagy ki az áruló. A Kepes Imre is pont ilyen volt. És tehát róla is ez, hogy nem úgy kell, de pontosan úgy kell elképzelni. Idézem ugye Farkas Vladimirnek, akit egyébként amúgy egy nagyon követendő példának tartok, mert ő volt az egyetlen szinte a volt AVH-sok és befolyásos AVH-sok közül, aki szembenézett a saját múltjával, és őszintén írt mind az apjáról, őszintén írt mind a saját tévedéseiről, a saját bűneiről. Egyébként ki is közösítették ezután, nem meglepő módon, hiszen megsértette ezt az általános hallgatást. Tehát Farkas Vladimir írta azt a Kepes Imréről az egyik ilyen megemlékezésébe, hogy konkrétan az egyik legismertebb kémet is ismerte, ugye a Fieldet, akiről nem tudom, sorozatok szólnak a nem is tudom melyik amerikai egyik csatornán éppen mostanában jött ki egy sorozat, aminek ő az főszereplője. Tehát ez nem egy ilyen kis átlagember volt. Rózsa György is, ugye, hogy hát, hogy neki most mit segített volna, hogy egy igazgató az apukája, nyilván neki nem. Az nyilván nem jelentett túl sokat, hogy egy igazgató. De hogyha megnézzük azt, hogy egyébként ebbe a pedagógus szakszervezetnek az egyik vezető kádere volt, akkor az láthatjuk, hogy sokkal befolyásosabb ember volt. És ha megnézzük, hogy az illető, tehát az édesapja, ő magát úgy írta le, mint aki a Vörös Hadsereg mellett amolyan politikai biztosként dolgozott, akkor azért látjuk, hogy azért ott is sokkal sötétebb a kép. Tehát jellemző az, hogy mindig ezeket így elkisebbítik. Jussz László volt az egyébként, hogy tényleg kilóg ebből a sorból, szerintem mindenféle morális, emberi, mindenféle szempontból. Ő volt az, aki egy interjúban, egyik legérdekesebb interjú, mert javára kell írni, hogy őszinte volt, megkérdezték a családi múltjáról, jellemzően pont a rendszerváltás pillanatában. Hát akkor kellett. És látszott, hogy az újságíró olyan félve teszi fel a kérdést, ilyen idézem is a könyvben, hogy hát azért meg kell kérdeznem. De megkérdezem, hát azért mégiscsak miniszterhelyettes volt. Na hát akkor fölhúzza magát, és előhoz egy olyan anekdotát, hogy neki a tévében is egyszer előjöttek ezzel, és nem mondom fejből, hogy megpofozta-e, vagy meg akarta pofozni azt az illetőt, aki ezt így felhozta, de hogy elképesztő az a fajta agresszió, amivel egy ilyen kérdésre reagál. Hát miért ne kérdezhetné meg, hogy ne haragudj már, Jussz, hát miniszterhelyettes volt az édesapád. És ő is, akkor mit mondott rá, hogy hát ő mindig más területeken dolgozott, semmit sem jelentett, természetesen ő is egy a self-made menek közül, akik ugye saját magát építette fel a semmiből. Nyilván a könyvnek az egyik célja, a kultúra megszállásának is ennek, és a sajtó megszállásának is ez lesz egyik célja, hogy bemutatni, hogy itt ez a self-made man történetek között milyen valóság rejtőzik. Egy másik érdekes momentum, amit, hogyha jól értettem a könyvedet, akkor mint egy ilyen felvillanó vörös fényt szoktál tekinteni, és akkor arra így rögtön rá ugrasz, vagy rá harapsz, hogy na, itt lehet, hogy
egy borzasztó közhelyet most kiforítok, hogy lehet, hogy itt most van valami látnivaló, ez az IMU. És hogyha valaki ott végzett, ugye ez a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyeteme, hogyha jól mondtam a magyar fordítást, mert hogy? Miért is olyan fontos információ ez a te tényfeltáró munkád számára? Jó kérdés, és egyébként pont ezért fontos, ugye két fontos ilyen egyetemi főiskolai intézmény bukkan fel a könyvbe, az egyik az Idegen Nyelvek Főiskolája, ahol Vitrai Tamás is végzett, és mások is egyébként, akik a TV-hez kerültek, és ez a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézet, a MG-IMO, vagy ahogy hívják, hívja mindenki Magyarországon IMO. Ezekkel kapcsolatban mindig nagyon óvatosan kell fogalmazni, hogy mindig azt szoktok leírni, meg mondani, hogy hírszerzéssel kapcsolatba hozható intézmények, KGB-vel kapcsolatba hozható intézmények. Nyilván az ember sokkal tudna erősebben fogalmazni, de szerintem ez is körülírja, hogy milyen intézményekről van szó. Nagyon érdekes egyrészt az, hogy hogy állnak hozzá, hogy még a Vitrai nem is egy ilyen régi interjúban, talán lehet, hogy tavalyi vagy idei, elmondta, hogy hát az Idegen Nyelvek Főiskolát, ezt nem úgy kell elképzelni, ott tényleg próbálta a kémelhajtás, meg a hírszerzés, nem tudom minden, de hogy nem, azt nem úgy kell. Mindegyikük elmondja, hogy nem úgy kell. Én idézek egy hosszú interjút, Regős Sándor tévéssel készült az az interjú, szintén oda járt, és később egyébként Laki Telken egy fontos, hát ő egy fontos jobboldali tévés lett. És hát ő egyébként elmondta az interjú, hogy hát igen, a hírszerzés onnan akart válogatni, de nem sikerült nekik válogatni, annyira nem sikerült, mert hogy bár azt hitték, hogy majd ott a rendszer híveit nevelik ki, de valójában egy nagyon reakciós társaság gyűlt össze. Nyilván ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy ott fölvillantom a könyvbe az ő életútját, ami elég távol áll a reakcióstól, legalábbis elég sok pártnak kedves dolgot megtett. Jellemző az, hogy mindig eltagadják ezeket a dolgokat, és kisebbítik. Az IMO-val kapcsolatban is ezt látni, illetve azt, hogy félelmetesen erős az a kapcsolatrendszer, amit ott meg lehetett szerezni. Itt most nyilván nem azt kell gondolni, hogy mindenkit beszerveztek, vagy beszervezve küldtek ki oda, vagy azt meg pláne, hogy mindenkit beszervezett a KGB, de ugye azért veszélyes egy ilyen helyen végzett embert bárhol alkalmazni, legyen az média, a diplomácia, sajnos nagyon sokat alkalmaztak, mert hogy nem tudhatjuk. Tehát azt, hogy valakit a KGB beszervezett, azt mi nem fogjuk megtudni, azt akkor tudjuk megtudni, hogy a KGB utót szervezette, valamiért megharagszik arra az emberre, és mondjuk elküld hozzánk elő egy hiteles információt. Azt mi nem tudjuk. Ezek az emberek nemzetbiztonsági szempontból potenciális veszélyforrások. Tehát egy normális rendszerváltás során ezeknek az embereknek azt kell mondani, bocsánat, tudjuk, hogy akkor nagyon jól hangzott ez, és egy nagyon jó karrier biztosított, ahogy sajnos azt is biztosított, de viszontlátásra, tehát ezeken a területeken nem lehet dolgozni. Ezzel szemben ugye azt látjuk, hogy mind a diplomáciában, mind a politikában, mind a média területén, most itt kit mondjak, Frey Tamás nyilván legismertebbet, Hardi Mihály talán a legfeketeövesebb politizálót, Radnai Péter talán a legismeretlenebbet. Tőle például azt idézem, és az is egy nagyon fontos, hogy ő elmondta egy interjúban, tényleg őt, róla például elmondták Radnai Péterről, ő pont ezekkel a tévésekkel csinál most interjúkat, akikről én írok, jellemzően ilyen nosztalgikus interjút, elmondják, hogy milyen nagy emberek voltak, és mindenki milyen fantasztikus, nyilván egy csomó olvasó, néző megnézi, hiszen ezek a régi idők hősei. És ő például egyszer elmondta egy interjúban, és ezt nekem nagyon tetszett, hogy amikor kérdezték, hogy hát végül is minek köszönhetünk, mondta, hogy bennem a kapcsolatrendszerem volt a legjobb, a noteszem. És tényleg, ez végre egy őszinte megnyilatkozás. Senki nem vádolná azzal, hogy túl tehetséges volt abban, amit csinált. Én legalábbis sehol nem láttam, hogy bárhol valami nagy korszakalkotót csinált volna. Mindig megjelennek egyetlen egy anyagával, amiből lett valami, egy tévés anyagával, és azt időről mindig megír a sajtó, hogy micsoda nagy anyag volt. Tényleg a kapcsolatrendszerük volt. Na de miért? És ez milyen kapcsolatrendszer? És ha belegondolunk abban mondjuk, hogy hát Frey Tamás, miért pont ő csinálhatott egy ilyen kávézóhálózatot? Akkor azért feltehetjük, vagy felmerülhet ebben, hogy nyilván érdekes kérdések. A másik kérdés az az, hogy sokan kérdezték tőlem, hogy de hát a címlapra miért nem a Frey Tamás került, ugye? Miért, hát sokan így kérdezik, hogy miért szerencsétlen rózsa? Nem akarták megbántani, hanem hogy ő tényleg nem politi, tényleg ott visszavonult, semmit nem csinál. Hát mondom, gyerekek, azért a könyvemet azért jó részt a Libribe lehet kapni. Na most Frey Tamás a Librinek a sztárszerző, gyakorlatilag bármikor, amikor bemegyek a Libribe, ott látom Frey Tamás könyveit, ott látom a kávézóját,
Az én sem azért, tehát én sem teljesen agyalágyult, nem fogom oda rakni a Frey Tamás képét a borítóra. Azért szerencsére sokat változott a helyzet. Régen ugye jellemzően a jobboldali, vagy nem megfelelő könyveket azért szerették eldugdosni. Most már azért sokkal jobb a helyzet, de azért vélelmezem, hogyha Freynek a feje virít a borítón, hát nem tudom. Elég érdekes helyzet lett volna. Ha egy egészen kicsikét tovább akarunk lépni itt az elhallgatás, elhazudás, a hazugság vonalán, akkor nagyon könnyen el tudunk érkezni a mába és a mai média helyzetbe. És igazából ezzel kapcsolatosan nagyon egyszerű kérdésem van. Látsz-e kapcsolatot a között, hogy a rendszerváltást követően ezek a szereplők, vagy hát bizonyos szereplők mondjuk akkor úgy, nem feltétlenül mindenki, akit említettünk, hiszen ahogy te is mondtad, minden egyes történetet külön-külön kell kezelni, hiszen sokan voltak, akik a rendszerváltás után, nem sokan, de azért voltak, akik a rendszerváltás után azt mondták, hogy jó, köszönjük szépen, ők többet nem politizálnak, nem foglalkoznak politikai újságírással, mással foglalkoznak, visszavonulnak. Akik viszont maradtak, és akik azt mondták, hogy nekik semmiféle a kapcsolat a rendszer révén megszerzett pozíciójuk, tehát nem annak a révén szerezték meg. Ugye van egy olyan kifejezés, amit állandóan és folyamatosan hallunk baloldali újságíróktól ma is, hogy ők függetlenek és objektívek. Most ezen gondolkoztam, hogy így a kettőt össze lehet-e vajon kötni, vagy ez már egy nagyon túlságosan merész feltételezés. Lehet-e mondani, hogy ez a senkihez nem kapcsolódás, teljes függetlenség, teljes középen állás, ez valahol ott gyökerezik, amikor bizonyos emberek elkezdték a múltat megmásítani és letagadni? Hát annyiban nyilván van kapcsolódás, hogy az elég sokaknál lehet olvasni azt, vagy mondjuk esetleg a gyerekeik, hogy az ő édesapja akkor is mekkora demokrata volt, és már akkor is mekkora polgári volt, és csak jól titkolta, de már belülről bomlasztotta a rendszert. Tehát nyilván van egy ilyen, ezt a független objektív dolgot, ugye az egyik legkárosabb kifejezés, ami tulajdonképpen elterjedt, mert persze nagyon jó lenne, független sajtó ugye nincsen. Még igazából egy blogot is elég nehéz függetlenül írni, egyáltalán ez mit jelent. Objektív sajtó sincsen szerintem. Objektivitásra törekedni lehet. Az, hogy önmagukra fölaggatnak ilyen jelzőket, ez viszont egyébként tényleg megszokott, és szerintem inkább ennek van köze a régi rendszerhez, hiszen ott is mit láttunk? A szabadság, a béke, az egyenlőség, különböző jól csengő jelszavak mögé bújva, abba beöltözve, ilyen jelmezve beöltözve, igázták le igazából a fél világot, fosztották ki Magyarországot, üldözték, írtották a másként gondolkodó embereket. Inkább ez szerintem az, ami kapocs, illetve az, hogyha megnézzük ezeket az embereket, illetve családokat, azért nagyon kevés az, aki mondjuk jobboldali vagy patrióta nevezzük bárhogy olyan oldalra került, vagy olyan politikát képviselne, úgy nyilvánulna meg. Igazából pontosan azt lehet látni, ahogy az SZDSZ-ről is sajnos utólag lehetett ezt igazán látni. Akik nagyon-nagyon-nagyon tisztán és élesen láttak, azok már talán akkor is látták, hogy tulajdonképpen az SZDSZ-nek ugye ez az elit csapata. Nyilván nem az egész SZDSZ, hát volt egy csomó tisztességes ember benne. De ez az elit csapat, akiket jól ismerünk, hogy ez tulajdonképpen tényleg egyfajta egy reformkommunista csapat volt, AVH-s pártkáder szülőkkel kivételezett élettel, és tulajdonképpen hát ők egyfajta hatalomtechnikai váltás is akartak. Ők igazából azt lehet látni, hogy 80-as évben nem volt biztos, hogy itt rendszerváltás lesz. Inkább azt volt valószínűbb, hogy átveszik a hatalmat a régi öregektől, és csinálnak mondjuk egy másfajta szocializmus. De hát aztán minden teljesen máshogy alakult. És azt lehet látni, hogy ugyanez egyébként a média területén is, a véleményvezérek területén is megtörtént. Amit én ebből a szempontból nagyon fontosnak tartok, és ami szerintem összeköti a kommunizmust, szocializmust, az internacionalizmust, illetve a globalizmust, az a gyökértelenség. És a gyökértelenséggel egyébként most egyre többet akarok foglalkozni, és foglalkozok is. És a gyökértelenség az az érdekes, hogy egyrészt a magyar társadalmat, a nemzetet is gyökértelenné próbálták tenni. Ugye gyakorlatilag levágták itt, hogyha egy testként nézünk mondjuk
a magyarságra, akkor levágták a lábait, kezeit, minden hagyományos támaszát, a hagyományos régi közösségeket szétverték, minden olyan csoportot és közösséget üldöztek, ami egyfajta erőt adhatott volna, egyfajta tartást adhatott volna, de az az érdekes, hogy ezt a fajta gyökértelenség magára a mozgalomra is igaz volt. Tehát ezt a gyökértelenséget igazából a mozgalom gyermekei is átélték. Ugye Kepes Andrásnak és Szilágyi Jánosnak a története is ezért érdekes, de ugyanúgy említhetjük ifjabb Rajk Lászlót, aki álnéven élte ugye egy intézetben, ezt szerintem nem írtam meg, talán csak egyszer egy posztban. Ezt róla azért lehet tudni, ezt elmondta egy interjúban, Kovács Pisti álnéven. És egyébként, ha belegondolunk, hogy hogy hívták az SZDSZ-nek a későbbi reklámarcát, ami azért elég nagy botrány lett, amikor volt ez a kisgyerek, és akkor azzal próbálták, ugye, népszerűsíteni, Kovács Pisti volt. Tehát azért nem tudom, azt kitalálta ki, de hogy a Rajk rábólintott, hogy ez tulajdonképpen az ő álneve legyen azért a gyereké, ez sokat mondó tény. És ő is meg volt foszva a szüleitől, ahogy egyébként Kepes is, Szilágyi is, és én azt látom, hogy ennek a fajta gyökértelenségnek igen, az az ára, hogy kevésbé ragaszkodnak ők is a hagyományokhoz, a régi értékekhez. Jellemzően mondjuk, hogyha most ilyen leegyszerűsíteni akarjuk, akkor egy nemzetállam helyett inkább ugye mondjuk az Európai Uniót pártolnák, ami ez nyilván mindenkinek teljes szíve joga van, mindenki úgy gondolkodik, ahogy akar, csak ebben láthatunk egyfajta rendszerszerűséget. Csak ezzel igazából az a jóval nagyobb probléma, hogy ezt azért a társadalomra is próbálták ráerőltetni. És amíg a 90-es években mondjuk szinte kizárólag, tehát olyan ugye, erőfölénybe volt itt a leegyszerűsítően balliberálisnak nevezett média, az akkor SZDSZ, az MSZPS húzó média, hogy ez hihetetlen. Ezt gyakorlatilag az egész társadalmat gond nélkül tudták manipulálni. És ezért ennek volt az a következmény, amit az előbb mondtam, hogy a Trianon azt gyakorlatilag egy szitokszónak számított akkor. Tehát akkor valaki mondjuk egy Nagy Magyarország térképet kirakott volna, akkor rögtön elmondták róla, hogy fasiszta. Mert hogy annyira ki tudták sajátítani gyakorlatilag a történet alakítását, a világkép teremtésének a lehetőségét, annyira ők diktálták a narratívákat, hogy nem nagyon volt másra esély. Hát ez tulajdonképpen azért szinte még ma is megfigyelhető, hogy hogyan próbálnak bizonyos konzervatív, hagyományos értékeket képviselő azokhoz fogalmilag kapcsolódó szavakat, ahogy te fogalmaztál az imént citokszóként kezelni. Tehát egészen szélsőséges, liberális szempontból nézve mondjuk akár az a szó, hogy nemzet, vagy az, hogy hagyomány, tradíció, örökség. Tehát, és én... Hát, hogy patrióta, egyébként az a szót kimondjuk, hogy patrióta, pont van egy ilyen, bocs, hogy szabadba vágtam, pont egy társaságban beszéltem erről, és mondtam, hogy patriót, és hát használj már valami, nem tudom, kevésbé ilyen negatív szót. Mondom arra, hogy mi ebben a negatív, hogy patrióta. És ugye ugyanazok az emberek egyébként, akik azt mondják, sokan közülük azt mondják, a patrióta milyen negatív szó, leülnek megnézni vasárnap este az NFL meccset, és drukkolnak a New England Patriotsnak. Mert ott persze, hát ott persze, hát Amerika. De ha magyarul kimondod, hogy patrióta, akkor olyan, mint hogyha már nem tudom, a következő pillanatban már a nyilasokkal menetelnék én is, vagy kitörnék velük a budai várból. Meg ugye a hollywoodi film. Van minden, hát ebben patrióta, hát ez egy pozitív töltetű szó. De gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, hogy ezeket a szavakat visszavegyük. De mondok még egyet. Magyaros. Hát hány helyen olvasom azt, komolyan mondom, ilyenkor egyébként tényleg dühös leszek, el tudnám, mindegy, nem mondom, hogy mit csinálok, de hogy olvasom azt, hogy magyar, ez olyan magyaros. És általában ez is egyfajta típusú ember mondja, ez olyan magyaros. Ha én használom egy olyan kifejezést, akkor azt mondanám, hogy na igen, te vagy az, amire azt mondod egyébként. De hát egy gyűlöletes kifejezés. És önmagában benne van egyébként, ezzel egy világot lehet igazából teremteni. És nincs olyan, hogy magyaros. Hát nincs olyan, hogy magyaros. Olyan van, hogy a proli egyébként sokkal inkább megfelelő. Azt persze nem szeretik használni. Tehát igen, nagyon sokat kell szerintem azon dolgozni, hogy egyrészt visszaszerezzük a saját szavainkat, és másrészt ne használjuk azokat a kifejezéseket, amiket ránk kerültettek az elmúlt 60-70 évben. Jó, hát hogyha már itt egy kicsikét a nyelvészet területére is áttévedünk a médiatörténet, a történelem és a szociológia mellett, akkor azért említsük meg, én nekem borzasztóan tetszettek azok az idézetek, amiket szerencsére kiemelten kezelsz, és felhívod például az én figyelmemet is, miközben olvastam, hogy megint így gyulladjon ki egy kis lámpa, mert valami furcsaság történik. Milyen hihetetlen nyelvi formulákat fejlesztettek ki arra, hogy
a figyelem az így átsuhanjon bizonyos dolgok fölött. Ilyen volt a, hát sok mindent lehet róla mondani, de, vagy a, hát volt, aki szerette, volt, aki nem, de, pont-pont ott, és akkor folytatódott a mondat. És valóban az ember, főleg, ha mondjuk egy cikket olvas egy kicsit, akár figyelmesen is, de nem hangosan és szavanként, hogy mindegyiket mérlegre téve, hogy most mit jelent, akkor nem biztos, hogy meg fog állni gondolatban ennél, hogy micsoda? Mi az, hogy sok mindent lehet mondani, de? Igen, mert ilyenkor szerintem az olvasóban is előjön az a refesz, hát végül is rólam is sok mindent lehet mondani, meg nem tudom, a Sanyiról is, a Gézáról is, de egyébként milyen rendes ember. A másik az, ami egyébként mindig előjön, és annyit küzdöttem tényleg, hogy valakinek megírtam a múltját, és mindig megjelent egy kommentelő, nem egy, tehát általában az egy típus, de milyen rendes ember volt. És általában mindig megjelent, hogy figyelj, én nem írtam, hogy ő rendes ember volt, vagy nem volt rendes ember. Pontosan tudom azért a tévésekről, hogy kinek volt jó híre, és kinek nem. Tehát az ezt kimondhatjuk, hogy Vitrai Tamásnak nyilván volt egy csomó olyan ember, aki hálás volt neki, és aki szerette, de hát voltak nagyon sokan, akik nem szerették, és én bárkivel beszéltem, hát így nagyon nem volt jó híre. És akkor elég finoman fogalmaztam. De hogy Rózsa Györgyről például semmi ilyen rosszat nem hallottam. De ez igazából egy ilyen típusú kutatásnál vagy könyvnél teljesen érdektelen, hogy ő milyen ember volt. Hát Hárs Istvánról például elmondták, hogy milyen rendes ember volt. A rendszer szempontból az a durva, és azt kell megérteni, hogy egy volt AVH-s vezette a Magyar Rádiót. Volt olyan jobboldali újságíró, nem is újságíró, rádiós név nélkül, aki mondta, hogy Hárs István milyen rendes volt, és milyen műsorokat engedett. És mondta neki, hogy persze, hogy engedte. Hát a 80-as évek arról szólt, hogy ezeket már engedték. És én elhiszem egyébként, hogy egy később egy rendes ember volt. Semmi köze nincs a tárgyhoz. Nem ez a lényeg, hanem hogy honnan jött, honnan érkezett, és ki lehetett a rádió elnöke. Nem mondtad, hogy nem volt rendes, nem volt, nem volt tehetséges, vagy nem volt olvasó. Igen, ezeket valóban, hiszen te egyetlen egy dolgot, tényeket figyeltél és vettél figyelembe. Egyébként, hogyha már ez elhangzott, most saját magamat térítem, mert akartam még valamit kérdezni, hogy visszatérek rá, csak most ez annyira kapóra jönne, hogy még azért egy picit arról a pillanatról beszéljünk már, amikor létrejött a tévé. Televízió. Ugye utaltál már arra például Ipper Pál személyében, hogy korábban más médiumoknál megtörtént a hatalomátvétel, itt nem kellett, mert még nem volt meg a televízió, amikin bárki másnak a hatalmában lett volna. Viszont nagyon érdekes a dátum. 57 tavaszán vagyunk. Hát kulcsfontosságú a dátum, ugye 57 május 1-én rendezte meg Kádár egyfajta főmesterként, vagy fő rendezőként ugye a május 1-i felvonulást, ahol gyakorlatilag megüzentük mi magyarok a világnak, illetve Magyarországnak, illetve a szocialista tábornak, ugye itt már minden rendben van, bár ugye akkor kezdődtek csak az akasztások és a kegyetlen megtorlás. Ezt közvetítette ugye először a tévé élő egyenesben. Ez nagyon fontos volt a diktatúra szempontjából. Ami eszembe jutott erről, hogy fönn vannak erről ugye jelenetek a YouTube-on, és egyszer néztem, és olvasgattam a kommenteket, de talán magában a leírásban is úgy volt fölvéve, és nagyon sokan nézték, de az a leírás volt fölrakva. Na ez a birka nép. Na így volt itt forradalom, meg szabadságharc. Azt páran ott rendetlenkedtek, de hát igazából ez így meg úgy volt, és micsoda birkák, hát itt menetelnek. Akkor egyébként nyilván eszembe jutott egy-két gondolat, hogy mit csinálnék azzal, aki ezt leírja, de ezen túl, mert azért én úriember vagyok, és a valóságban nyilván semmit nem csinálnék, azon gondolkodtam, hogy miért nem foglalkoztunk egyébként ezzel. És köbbe kérdeztem történészek és mindenki között, hogy gyerekek, ti egyébként kutattátok a május 1-ének a történetet, 57 május 1-e. Mert utána elkezdtem utánézni, és tényleg voltak olyan cikkek, Népszabadságban egy-egy félmondat, jellemző egy-egy félmondat, tehát ez sokkal több, nem? Hogy nincs arra utaló jel, hogy bárkit azzal rávettek volna, hogy ott legyen. Most nyilván az ember a fejéhez kap, hogy 57 május 1-e, ugye 100 000 éppen elhagyják a hazájukat, jellemzően olyan emberek, akiknek a nagy része nagyon jelentősen, vagy nagyon nehezen hagyta el a hazáját. És egy csomó ember örökre belerokkant abba, hogy el kellett hagyni a hazáját, de nem volt más lehetősége. Mondjuk csak azért, mert éppenséggel olyan dolgokat csinált 56-ban, amiket most nagyon felemelőnek gondolunk, de az akkor azonnal akasztás járt volna érte. Vegyük a kivégzetteket, a bebörtönzötteket, az egész megfelemített nemzetet, és akkor megjelenik egy ilyen sokkal, jóval később a rendszerváltás után, nem látjuk annak jelét.
Persze, biztos, hogy volt olyan ember, aki azért ment ki, mert mondjuk kommunista volt. És mondjuk tényleg félt. Vagy tényleg. De hát hányan mentek ki azért, mert mondjuk nem akarta, hogy a gyárban elővegyék, vagy éppen valamit csinált, és talán úgy gondolta, hogy azzal, hogy kimegy, akkor esetleg nem fogják megnézni. Vagy hányan mentek ki azért, hogy hát ha akkor nem tudom, az öccse nem 6 évet fog kapni, hanem 4 évet lehet hivatkozhat rá, hogy hol volt. És hogy ezért van még iszonyatosan nehéz dolgunk, mert ezeket mind meg kell magyaráznunk. És azért tényleg itt is fölmerül a kérdés, hogy fordulhat az elő, hogy ez, erről még senki nem írt egy komoly tanulmányt. Hogy lehet az, hogy, hogy 56-tal, hál' Istennek már nagyon sokat foglalkoztunk, tényleg napokra lebontva tudjuk, hogy mi történt. 56-tal kapcsolatban el tudjuk már mondani a saját narratívánkat, tehát nem kell ezt a Nagy Imrés Vásárhely is narratívát csinálni, ami igazából egy ilyen reformkommunista puccsot akartak. Persze, Rákosiékhoz képest egy lazább, élhetőbb kommunizmust egyébként nagyjából olyan azt akartak, pontosan azt akarták nagyjából, mint a Kádár rendszer, se többet, se kevesebbet, de már el tudjuk mondani a saját történeteinket, el tudjuk mondani a pesti srácok történetét, az, hogy mi történt a vidéki városokban, hogy milyen derék munkások, esetleg kommunista érzelmű emberek ábrándultak ki, és álltak akkor a szabadságban. Ezeket el tudjuk mondani, de mikor jutunk el mondjuk addig, hogy 57. május 1-jéről el tudjuk mondani, hogy ez mi történt? Hogy azokat az embereket nem lehet igazából elítélni. Az egy olyan helyzet volt, hogy itt utólag én könnyen mondhatnám, hogy miért ment ki, de honnan tudjuk, hogy ő miért ment ki? És persze mit látott akkor a propaganda, vagy mit láttatott akkor a propaganda? Na, rengeteg ember ott van. Kádár János elmondhatta, hogy minden rendben van. Igen, és emellett, mert most egy nagyon konkrét érveket mondtál amellett, hogy valaki oda menjen, de említesz egy borzasztóan érdekes, sokkal kevésbé konkrét, de attól még borzasztóan szomorú, és nyilván nagyon jellemző és létező okot, amit úgy fogalmazom meg, hogy a kommunizmus a Stockholm-szindrómásai, akik nyilván kimentek, ahol meg egyszerűen nyilván arról van szó, ha jól értettem én a szavaidat, hogy egy ilyen általános depressziós levertség lehet, hogy nagyon sok emberen akkor úrrá lett. Egyszerűen az, hogy miután a forradalom elbukott, úgy gondolták, hogy soha az ő életükben itt már remény sincsen a szabadságra, és arra, hogy bármi megváltozzon. Hát meg gyakorlatilag mindent odaadták, tehát mindenüket odaadták, nagyon sokan ugye az életüket, és akkor tényleg úgy tűnt egy pillanatra, hogy talán sikerülhet. Nyilván ebben azért részt vett a Nyugat is, amely ugye hitegetett azért minket a Szabad Európa Rádió segítségével, de utólag lehet látni, hogy igazából hát egyszerűen nem volt esélyünk. Tehát abban a világpolitikai helyzetben semmi esélyünk nem volt, és igen, ez nagyon jelentősen benne lehet, hogy hát azért borzalmas lehetett az, hogy valami sikerül nem, és megint visszajönnek, és újra kezdődik az egész. A Stockholm-szindróma azért főleg egyébként szerintem később vált még fontosabbá. Tehát a 60-as, 70-es, 80-as években hát élni kellett. Tehát valahogy élni kellett abban a rendszerben, valahogy föl kellett, valahogy alkalmazkodni kellett ugye a játékszabályokhoz. De hát azért azzal is lehetne többet foglalkozni, hogy miért akkor kezdett inni a fél ország, és nem úgy inni, hogy mulatozunk, hanem konkrétan alkoholista lett a hát nem is tudom hány ember. Miért akkor volt a legtöbb öngyilkos? Miért van az, hogy a színészeink, a zenészeink jelentős része a halált választotta, vagy a gyors halált öngyilkossággal, vagy ugye ezt a lassú halált, ezt az önfelemésztést? Hát azért történt, mert igaz, az a rendszer élhetetlen volt. Most visszaterelem magam oda, honnan el akartam kanyarodni. Ugye ez már az utolsó gondolatok egyike, hogy megint picit maradjunk ennél a független objektivitásnál, mert ahhoz viszont biztosan van köze, ami 1990 után történt. Már említetted egy szóval a médiaháborút. Tehát ugye akkor alakult ki, vagy onnan datálódik tulajdonképpen az, hogy kialakulhatott egy olyan helyzet, amikor azt mutatták, hogy az Antal kormány által kinevezett médiamunkások propagandisták, ők meg akik nem. Hát igen, egyrészt. Másrészt meg ugye mi történt, amikor voltak azért ilyen lépések. Pont Kanyu Andrást említettem, mert szerintem ez tökéletesen összefoglalja, hogy mi történt akkoriban. Magyarország főszerkesztője volt AVH-s, volt hírszerző, és a lapkiadó vállalat élére az Antal kormány kinevezett egy új embert. Az új ember azt gondolta, akkor leváltja ezt a régi AVH-st.
jellemző egyébként, hogy szerintem akkor még nem lehetett ezt bizonyítani. Tehát valószínűleg azt talán sejtették róla, vagy csak azt tudták, hogy ez egyik legbigottabb kommunista. Leváltotta, mi történt? Kitört a sajtóhisztéria, utána néztem, a lapok szépen megírták, mi történik itten, a sajtószabadság. Hát itt jön vissza a diktatúra. Már elkezdték azt írogatni, hogy ez már rosszabb, hogy a Antal kormány, a Rákosi diktatúra idejét idézi, leváltják a főszerkesztőt. És ugye annak köszönhetően, mert nem történt meg igazából, tehát mondjuk azok az iratok nem kerültek át, nem lehetett azt mondani, hogy figyelj, ez egy ÁVH-s. És az is jellemző, hogy egyébként megírta egy volt kollega, bement akkor a Kanyóhoz, és még abban az évben megírta az egyik marginális labba ezt a történetet. Senki nem vette át, nem lett ugye belőle hírérték, én utólag megtaláltam. És ez is nagyon jellemző. Megtörtént a rendszerváltás, mondjuk úgy, hogy 1990. januárjában járunk. Ez az illető, akit egészen addig rugdostak abba a szerkesztőségbe, jóval értelmesebb volt, mint a legtöbben, de soha nem kapott normális munkát, bement a Kanyó Andráshoz, ugye, akiről ők a szerkesztőségbe tudták. Hát tudod, egymásról mindig tudták a múltat egy kis közösségbe. Na, András, hát akkor vége a nagyvilágnak. Mondta, hogy hát akkor se előbb-utóbb azért akkor lépned kell. És akkor mondta a Kanyó, mondta, hogy már miért kéne lépnem? És hogy nem fogok én innen sehova lelépni. Inkább húzd meg magad. És aztán kiderült egyébként, hogy tényleg igaza van, lépnie kellett, utána egyébként csinált magák egy saját céget, mindenki megsajnáltatta, gyakorlatilag ilyen mártírként jött ki az egész történetbe, de az a pofátlanság, ahogy ő ott a szemébe vágja, hogy már miért kéne félnem, az mindent elmond arról, hogy belül egyébként ők pontosan érezték, hogy semmi nem fog történni. Na de a tévét ezt meg felosztották, ketté osztották. Hát a tévében meg ugye az a furcsa helyzet állt elő, hogy lett egy ilyen ellentévé, tulajdonképpen egy ilyen belső tévé. Ugye az egész Egyenleg nevet jellemző módon Vitrai Tamás találta ki. Tehát megnézzük, hogy a mondást egy kicsit kifordítva, ugye minden út Vitraihoz vezet, ezt egy kicsit ugye azért lehet látni ezekben a történetekben. Egyenleg, ugye, mi lett a későbbi neve, ugyanazok csinálták meg később ugye az Objektívet, hiszen ők jelentették az Egyenleget a propaganda ellenében, illetve ők jelentették az Objektivitást. Ugye ez az Egyenleg volt, ahol az említett Timósok dolgoztak. Ha jól emlékszem, egyébként egy időben mind a hárman, amely kisebb bravúr, ugye Bánó András kezei alá, és mi volt ugye nekik a nagy botrányuk, amikor a Göncz Árpádot, a volt 56-osok társai kifütyülték, mert hát nem úgy viselkedett éppensége, mint egy volt 56-os. Bár talán már mondtam máshol, hogy az ő 56-os múltját is azért hát előbb-utóbb szerintem arról is sok érdekesség fog kiderülni, mert az egész életútja kérdéseket vett fel. De a lényeg az egészben az, hogy az 56-osok kifigyelték, és hogy vágták ugye az egészet össze, úgy, mint hogyha a szélső jobboldali ilyen skinheadek támadták volna meg szegény Árpi bácsit, akiről egyébként jellemző, hogy a média mennyire remekül működött a propaganda az ő szemszögükből, hogy mai napig valakit megkérdeznek, akkor egy mosolygós, kedves nagypapa jön elő, és bárkivel, akivel beszéltette, bárkivel mondta, hogy egyáltalán nem olyan volt a valóságban. Hogy káromkodott, hogy nagyon is kemény volt. De valahogy úgy el tudták róla terjeszteni ezt a képet, és hogy még mindig ugye jellemző arra, hogy amikor a Koncz Zsuzsa ott a, nem is tudom, a születésnapján ott ünneplik, és akkor csókogatják egymást, azt is úgy tudták eladni, mint hogy ez teljesen normális lenne, és az egyik független szeretető ember ünnepelni a másik szeretető embert. Hát konkrétan egy ezdiesztes házi buli volt, de valahogy azt is úgy tudták becsomagolni, hogy szerintem az ország fel az azt gondolt, hát ez tök rendben van, hát a szeretető Koncz Zsuzsa szereti a Göncz Árpádot. De hát az is szintiszta politika volt. A lényeg, hogy az Egyenleg egyébként ezzel az üggyel ugye, hát lebukott, és akkor jött ez a híres sajtótájékoztató, mert Horváth Attila jogtörténész írta meg, hogy a homlokát törölgetve ugye magyarázkodott, azt hiszem a Bánó, vagy nem tudom, valamelyik másik, hogy hát nem az a kazetta volt, meg az ilyen kazetta, olyan kazetta, de akkor végük volt. De tulajdonképpen abból is jól jöttek ki. Szegvári Katalin, az Állambiztonság korábbi munkatársa, maga is ilyen, ugyanoda tartozik, naptévé és a többi, írt egy könyvet arról gyakorlatilag a hős történetükről. Tehát szerintem a társadalom jelentős részét, hogyha egyáltalán valaki emlékszik rá megkérdezni, akkor arra azt gondolná, hogy na hát, azok igen, a szemét MDF kormány kicsinálta őket. És nagyon jellegzetes egyébként az, hogy mi történt utána, ugye készültek velük interjút, és akkor kérdezték, hogy hát ezekre a műsorokra végül is, ilyen ellenhíradul meg ezekre, hogy később nem jutott eszükbe, hogy 94 után is, akkor ugyanúgy lehet, hiszen akkor végül is ugyanúgykor. Nem,
hát akkor már semmi szükség nem volt rá, mert ugye szerencsére Bethlen János már teljesen objektív és független híradót vezetett. Hirtelen, ahogy ugye a pufajkás Hon Gyula korábbi kommunista külügyminiszter lett ugye a miniszterelnök, ami azért sokak szerint igazából hát gyakorlatilag egyfajta lezárása volt az álmainknak, akkor hirtelen a sajtó megint objektív lett és szabad. Ez ugyanolyan, ugye azt a hasonlatot szoktam mondani, amikor egy jobboldali kormány ugye elmegy és jön a következő, akkor általában az amerikai civil szervezetek is örömmel tapasztalják, hogy a korrupció és minden rossz dolog megszűnik, és Magyarország újra a legcsodálatosabb, legvidámabb barak itt az egész térségben. Jó. Én azt mondom, hogy aki még más történetekre kíváncsi, olvass el a könyvet. Nem fogjuk az összeset most itt elmondani ma, de azért azt még mondd el, ahogy hallottuk, trilógia készül, mi lesz a harmadik rész, és hogy állsz vele? Hát a harmadik rész az a sajtó megszállása lett. Itt 45 utántól indulni kell, szerintem, vagy Sztálin haláláig jutok el, amíg teljesen átformálták az egész sajtót, vagy 56-ig, ezt még igazából nem pontosan tudom a végét. Az a lényeg, hogy azért ez abban a szempontból nagyon érdekes lesz, mert itt is felbukkan nagyon sok olyan szereplő majd, aki a későbbi SZDSZ-nek mondjuk egy meghatározó szereplője lesz. Ugye most említettem itt Vásárhelyi Miklóst és Körét. Ugye Vásárhelyi Miklósról már azért ki lehet mondani, hogy róluk szoktuk ugye azt mondani, ez egy történésznek a zseniális megjegyzés, de teljesen igaz, és ezt szerintem a könyvből ki fog derülni, hogy részleteiben miért is igaz erre az egész körre, hogy az AVH-s családi és baráti kör, ugye, hogy nem mindenki volt az, de hogy azért ezzel jobban volt, azzal jobban volt, lehet látni, hogy tulajdonképpen ez egyfajta ilyen belső hálózat volt, és nyilván ez azért lesz érdekes, mert azok, akik akkoriban megszállták a sajtót, és gyakorlatilag nem csak a saját lapjaikat építették fel egyébként ügyesen, és a saját propagandájukat, mert ezt sose vegyük el tőlük, hogy nagyon ügyesen csinálták, tehát rettentően ügyesen csinálták, hanem az is érdekes, hogy megszállták a különböző egyéb médiumokat, ahogy mondjuk az esetleges jobboldali vagy szociáldemokrata lapokba beszálltak, és gyakorlatilag még a tényleges váltás előtt szépen átállították magukhoz, szerintem azért lesz érdekes, meg azért, mert szintén eljut egészen a jelenünkig, ugyanis ezeknek a szereplőknek általában családi, hálózati utódok, tanítványok, és a többi mai napig meghatározó véleményvezérek, és hát jellemzően ugye nagyon féltik mindig a demokráciát, jellemzően ők is akkor, amikor jobboldali kormányok vannak hatalmon. Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, de ne menjenek még messzire egyelőre, mert, és most még egyszer elmondom, kint meg lehet találni Mező Gábor legújabb könyvét, a 100. kiadásában, a TV megszállása, de más kiadványokat is, és most átadom őt önöknek. Dedikálás következik. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak.